Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy megszokhatták, a Csíkcsomortáni Varga Sándor székelyföldi verstáborunkban rendkívül érdekes személyiségek vannak. Tanítók, beszédtanárok, néptánctanárok. Most egy olyan vendéget szólítunk meg, aki szintén otthonról hazajött, ha úgy tetszik, Sudár Anna Mária előadóművész. Szervusz! Szervusz! Köszönjük, hogy itt vagy! A beszélgetésünk mottoja legyen egy show idézet. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Azt hiszem, hogy ez a te előadó művészi, illetve emberi létedre, pályafutásodra abszolút jellemző. Hiszen olyan szinten foglalkozol irodalommal, tolmácsolod nekünk a legnagyobbakat, kicsiket, nagyokat, hogy az példaértékű, és talán soha nem volt nagyobb szükség erre. Kezdjük az indítatásnál, hiszen ha valaki gyermekfővel szándékozik valamivé válni, valaki lenni, akkor az még nem mindig igaz. Na hát hogy kezdődött a versek iránti szeretet, az irodalom iránti tisztelet? Elég nehéz ezt összerakni, hogyha az ember végig gondolja tudatosan, mert igazából emlékképek vannak. Van emlékkép arról, hogy óvodás vagyok, és már ott vannak a versek, mert egy nagyon nagy szerencsém volt az, hogy én a Magyar Rádió óvodájába járhattam. Az édesapám, aki egyébként nagyon korán meghalt, a Magyar Rádióban dolgozott, és így. És az egy egészen kivételes óvoda volt a 70-es években. Egyrészt zenei csoportba jártam, ahol Forrai Katalin tanított minket beszélni, meg énekelni. Másrészt két csodálatos óvónőm volt, és olykor minket meglátogattak nem is akármilyen művészek, például a Sebő Együttes többször, és egyszer még Vörös Sándort is magukkal hozták. Ez egy emléknyom például. A rengeteg vers, a mondókaként elsajátított Vörös Sándor versek. Aztán ott van a nagymamám, aki mondott verseket, amatőrködött versmondóként, pedig egy egyszerű asszony volt indítatásában, és aki nekem is mondott olykor verseket. A másik nagymamám pedig, aki erdélyi származású, szintén mondott verseket, illetve népbaladákat mondogatott olykor. De ez nem egy ilyen tudatos gyereknevelési dolog volt, hanem csak úgy néha-néha előfordult ilyen. És egyébként is a szüleim is sokat foglalkoztak vele. Én egyedüli gyerek vagyok, ami ugye nem jó, de mégis az összes figyelem rám terelődött akkor, amikor én születtem. És azt hiszem, hogy ilyen értelemben jó volt a családom minden szempontból, hogy ők úgy foglalkoztak velem mindannyian, hogy valahogy a legjobbat adták magukból, ha így visszagondolok. Nagyon jó pillanatban születtem, közel-távol egy darab gyerek nem volt a családban, és mindenki nekem mesélt, velem foglalkozott, nekem mondott verset. Ez mind ott van a forrásvidékén annak, hogy nekem ez fontos lett, meg az is, hogy szeretem, ha figyelnek rám, hogy figyelmet várok, és hogy szeretem azt, hogyha amit mondok, vagy elmondok, azt esetleg értékként érzik az emberek. Hát ez nyilván, ez így most ilyen nagyon tudatosnak hangzik, ezt az ember, hogy gyerekként ilyesmit egyáltalán nem gondol végig. És aztán, ami már megfoghatóbb, az pedig az, hogy a második osztályban volt egy ilyen osztály versmondó verseny, ahol az apukám nekem megtanította, illetve vele együtt tanultunk meg egy verset, ez Zelk Zoltánnak a Van az asztalfiókban című verse volt, de lehet, hogy ez már harmadikban volt, bocsánat, ez harmadik osztályban volt, és ezzel a versennyel aztán én megnyertem a 11. kerületi szavaló verseny. No, az eszmélés pillanatai általában egy fiatal felnőttnél is a középiskolához köthetőek. Szerencsés helyzetben voltál Budapesten, abban a gimnáziumban, hiszen azért ott az indítatás megvolt. Ez így van. És természetes, hogy ezt sem tudtam, hogy hol vagyok, bár nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy már harmadik-negyedikes időszakra már tudatosan éreztem, hogy én egy nagyon jó helyzetben vagyok, egy nagyon jó iskolában. Tehát nem utólag látom csak, hogy milyen jó volt.
Nagyon fontos volt sok minden, talán a legfontosabb a Latinovich Zoltán diákszínpad, amelynek alapító tagja lehettem, bár akkor még nem így hívták. 86-ban jött létre, és 92-ben vettük föl még Latinovich Zoltán édesanyjának az engedélyével Latinovich Zoltán nevét, hiszen ő iskolánk diákja volt, még a Ciszterci gimnáziumban kezdte a háború előtt, és már a József Attila gimnáziumban érettségizett. Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy az ELTÉ-t választod és a magyar történelem szakot? Igazából nem. De elsőre nem vettek föl, sőt, engem tulajdonképpen negyedszerre vettek fel a bölcsészkarra. Én kétszer művészettörténet magyar szakra jelentkeztem, akkor még szakpárokra kellett jelentkezni, és hogyha az ember az egyiken nem felelt meg, a másikra se vették fel, tehát nem úgy volt, mint most. Illetve nagyon-nagyon nehéz volt bejutni akkor az ELTÉ-re. És hát nem vettek föl, viszont én valahogy mindig úgy gondoltam, hogy én a bölcsészkart elvégzem, de azt is gondoltam, hogy én színész is leszek, tehát azt hittem, hogy ez a kettő így együtt működhet. 88-ban felvételiztem a színművészeti főiskolára is, de hát ez nem sikerült. És ahogy én visszagondolok akkori önmagamra, én ezen egyáltalán nem csodálkozom. Egyrészt akkori külső adottságaim nagyon kövér voltam, és nagyon zárkózott. Noha a versekhez volt intellektuálisan közöm, de azt hiszem, hogy ez az én zárkózottságom és a megjelenésem, ez valahogy nagyon ellene játszott sok mindennek. És hát sokan mondták is nekem, hogy jó, hát igen, van benne tehetség, de tán inkább a bölcsészkar, ami a te világon. Az előadó művészi karriered előbb indult, mint sem a diplomát megszerezted volna. Ez csak azért is pillanat volt, hogy elindulsz azon az úton? Nem. Én nekem azt nehéz igazából megfogalmazni, hogy így egyben van ez az egész bennem. Tehát, hogy én jó, hogy van egy hivatalos papírom arról, hogy én előadó művész vagyok, meg van egy hivatalos papírom arról, hogy én tanár vagyok, meg bölcsész vagyok, de én bennem ez nem válik el. Nyilván ezeknek különböző aspektusai vannak, és más az, amikor órát tartok. Én például az óráimon soha nem szavaltam a gyerekeknek, úgymond. Tehát ott ez egy más típusú jelenlét. De az volt mindig bennem, hogy én a versekkel szeretnék foglalkozni, és nekem azokhoz hozzátartozik, hogy én ezeket mondom. Tehát, hogy igazából az volt, hogy volt egy lehetőség arra, hogy lehet előadó művész vizsgát tenni újra, és akkor én ezt megpróbáltam. De ha a karrierről beszélünk, akkor ez úgy volt, hogy mivel én nyertem versenyeket, sőt 18 éves koromban megnyertem egy ilyen országos szintű szavaló versenyt is, Jancsó Adrián volt a zsűri elnök, és nagyon emlékezetes számomra az a pillanat akkor, hogy mindig jöttek aztán lehetőségek, hogy emléktáblavatáson mondjak verset itt, menjek el könyvemutatóra, kisebb-nagyobb volumenű helyzetek mindig adottak, kerület vagy ismerettség, és aztán így hívogattak, tehát az megvolt már mielőtt hivatásos előadó művész lehettem volna, hogy én verseket mondhatok itt-ott, úgymond hivatásosan. Tehát ugye ez 8 esztendeik, ha úgy tetszik, két olimpiai ciklus alatt kézen fogva járt. Mi tette szükségessé, hogy abba hagyod a tanítást? Nem tette szükségessé semmi. Abba maradt, nem abba hagytam. Én amikor abba hagytam, 2002-ben érettségiztettem utoljára, akkor én úgy éreztem, hogy én most abba hagyom ideiglenesen, mert adódott egy lehetőség, hogy akkor már dolgoztam félállásban Naima János digitális könyvtárban, és hát eléggé köztudott, hogy a tanárok akkoriban főleg eléggé rosszul kerestek, és úgy gondoltam, hogy én akkor most, ha adódik egy ilyen lehetőség, akkor oda átmegyek egész állásban, akkor ott alakult egy irodalmi szerkesztőség, aminek én a vezetője lettem, nagyon szép feladatokat csináltunk, tehát tulajdonképpen ez egy érdekes újdonság volt, tehát egyáltalán nem szükséges volt, hanem csak egy felfüggesztett időszaknak indult, és még mindig így élem meg, tehát én ha megkérdezik tőlem, hogy ki vagy te, akkor azt mondom, hogy én tanár vagyok. A névjegyemen az van, hogy tanár vesző, előadó művész. Általában egy előadó művésznél, gondolom én kívülállóként, úgy válik el az ocsú a búzától, amikor megszületik az első előadóest gondolata, majd ebből előadós előadóest lesz. Tehát ezért kérdezem, hogy választottál magadnak olyan költőt, írót, akibe aztán nyilván egy kicsit beleszerelmesedve tolmácsoltad az ő gondolatait, hiszen
az előadó művészek legfontosabb feladata, hogy hitelesek maradjanak. Igen, és ez egy elég összetett kérdés önmagában is, a hitelesség. Hogy az elejére válaszoljak inkább először, ez valahogy jelentkeztek helyzetek. Egyrészt Arany János nekem tényleg mindig volt. Most az Arany János emlékében beszélgetünk, de tényleg nem ezért mondom. Mindig volt, és több Arany János estem is volt, illetve van ebből adódóan. De az első műsorom az egy ilyen millenniumi összeállítás volt, ami a magyar történelmet próbálta valami módon verseken keresztül megmutatni. Egy elég nehéz és súlyos műsor lett egyébként, amit annak idején néhányszor előadtam, most már nem nagyon szoktam. Mert az ember egy picit, talán ez is hozzátartozik ehhez az úthoz, hogy talán egyszerűsödik egy kicsit, jobban érzi, talán jobban érzi, hogy kell adagolni a néző számára, hogy mennyi elég, vagy mennyi az, ami abban az összeállításban egyáltalán befogadható, akár intellektuálisan, akár érzelmileg, vagy a kettő együtt természetesen elválaszthatatlan egymástól a kettő. Ha kivonatosan is azért menjünk végig, az új évezred hozta meg, az nem lehet, hogy annyi szív. Igen. Az első irodalmi műsorodat. Igen. Ez egy áttörés volt? Hát nem. Ha azt érezzük áttörésen, vagy gondoljuk, hogy akkor utána hirtelen, gyorsan sokan hívtak, nem. Nem, sőt, ez az egész út, én azt hiszem, hogy sokak tudnák ezt velem együtt mondani, akik ezen az úton járnak, versmondók, hogy egy ilyen folyamatos lassú építkezés, tehát olyasfajta áttörés nincs, azt hiszem, hogy hirtelen egyszer csak az ember sokak kedvencévé válik, vagy rengeteg helyre hívnák, nem. Folyamatos építkezés volt. Annyiban volt változás, hogy én valóban kiálltam egyedül, és ott egy órán át, vagy egy kicsit több ideig mondtam szövegeket, valami fajta kiérlet koncepció alapján. Ennyiben igen. Hogy bátorságot merítettem abból, hogy lehet ilyet csinálni. Igen. Ha megnézem a listámat, akkor egy valami kilóg belőle. Hála Istennek teszem hozzá, mert én Somjó rajongó vagyok, mese rajongó, ha úgy tetszik, tehát a Racine Fédra. Az a monodráma, amelyet, ahogy itt olvasom meg, nagyon is jól tudom színházba járó emberként, hogy a ritkábbnál is ritkábban vesznek elő. Sajnos teszem hozzá. Igen. Hát ez tényleg kilóg. Ez a Latinovics Zoltán Diák Színpadhoz kötődik, ahol Lukács Jóba tanár úr, akit az Isten éltessen, innen is mondom neki, aki alapítója ennek a színjátszókörnek, úgy gondolta, hogy ezt ő megrendezi még ott. 1992-t írtunk, ha jól emlékszem, amikor ezt a teljes művet színpadra állítottuk, és én abban megkaptam Fédra szerepét, ami egy óriási dolog volt. Tehát én ott játszottam ezt először, 93-ban, 95-ben, és nagyon érdekes most, hogy ezt itt kérdezett tőlem, Csíkcsomortánban, mert Fédra, a teljes mű, volt itt Erdélyben többször is, Csíkszeredában játszottuk például a nagy színpadon. És aztán kicsivel később, már amikor én már nem diák voltam, hanem már fiatal tanár, akkor én úgy gondoltam, hogy ebből én csinálok egy monodrámát. És hát nagyon, tehát nyaktörő vállalkozás volt az egész, és egyébként nem is adtam elő sokszor azóta sem természetesen, hiszen nem is ismerik az emberek, a magyar színházi kultúrában nincs is beágyazódva. A bátorságot Somjó György, a fordító adta hozzá, akitől kaptam egy dedikált Fédra példányt, hogy a legjobb magyar Fédrának, akit én eddig láttam, ezt írta bele, tényleg így van, és én nekem akkor az nagyon sokat jelentett. És ezért csináltam meg, és azt hittem, hogy majd többször elő tudom adni, de nem nagyon. Tehát a Fédra Somjóval érve, a megízetlen íz, az elgurult göröngy, a parlagi föld, ugye, egy kicsit. Viszont igen. Ha megnézzük a többit, ha nem is időrendben, akkor én arra figyeltem fel, hogy az igazán nagyok, tehát elindulsz Balassitól, Csokonai, nem időrendben mondom, mert ez igen. Nem is fontos, Aranyt megtalálod, illetve Rád talál. Tényleg megtalálod a előadásait témáját, vagy egyszerűen egy bizonyos gondolatsor után egyszerűen rákényszerülsz, hogy ezt nekem meg kell csinálnom. Én inkább úgy mondanám, hogy kijelölődnek az időben. Tehát valahogy a kettő együtt van. Van, amikor bennem érlelődik meg valami, Arany János ugye ott van mindig, másrészt van, amikor felkérésre történik valami. A Széchenyi műsor például, amiben Rubold Ödönnel és Török Mátéval, a Misztrál egyik énekes zenészével közösen dolgozunk, az például felkérésre készült.
Ugyanígy a Pálos rendről szóló műsor is az akkori tartományfőnök Bátor Botondatya ötletéből, tapogatózó kéréséből született. Akivel ma egyébként találkozni fogunk. Igen, igen, és nagyon örülök neki, hogy... És a szűrszatyrod is Pálos rendi. Igen, ezt észrevetted, igen, 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 ez ráadásul olyan, aminek a létrejöttében is ott vagyok közreműködéként, mert a Pálos rend mellett már nagyon sok éve egy ilyen, hát segítőként dolgozom, sok mindenben igyekszem nekik segíteni, ami úgy szoktam mondani, hogy írok és olvasok nekik, hogyha kell, szerkeztek, és nagyon fontos szintén az életemben. Kimondtad a Mistral nevét, Tóbi Stinelli, Tamás Heitzinger, Mika Török Máté, hát igen, aki először hallja, szinte bizonyos, ha egy kicsit kötődik a zenéhez, a hitelességhez, akkor beleszerelmesedik az ő történetükbe. Miként egészítitek ki egymást, hiszen számos önálló est született Mikával, Török Mátéval, Mistrallal. Igen, igen. Én csak azt tudom, hogy amikor én először hallottam őket élőben énekelni, már korábban ismertem őket, akkor az számomra egy szakrális pillanat volt. Folytak a könnyeim. Nem meghatódtam, mert az más, hanem az a fajta élmény volt, amikor az ember valami fajta teljességélményt él át ott, ahol van. Hogy miként egészítjük ki egymást, azt nagyon nehéz megfogalmazni. Én persze szerkesztőként vagyok, is jelen vagyok sokszor a műsorainkban, vagy inkább én, de ők nagyon autonóm művészek, úgyhogy nekik mindig nagyon is mélységes hozzászólni valójuk van a műsorok szerkezetéhez is, tehát nem csak a dolognak a zenei részéhez. Én azt tudom, hogy hát ezt még itt soha nem mondtam ki nyilvánosság előtt, de hogy nekem egy kicsit ők olyanok, mintha az öcseim lennének, így mindannyian. És nagyon sokat kaptam attól, hogy ők, hát bizony így éreztem az elején, hogy elfogadtak társuknak. Tehát amikor a Máté azt mondta 2005 őszén, hogy mit szólnál, ha csinálnánk egy adventi műsort, akkor azt mondtam, hogy tényleg velem együtt akartok dolgozni, és nekem akkor ez tényleg nagyon-nagyon sokat jelentett. Ez szent dolog mindenképpen. Beszéltünk a régi nagyokról, a legendákról. Mi a helyzet a kortárs irodalommal? Hiszen meg annyi, azt gondolom, hogy méltatlanul elfeledett, keveset idézett olyan költőnk van, akiket te megidézel nekünk. Igen, meg kérdés az, hogy ki az, aki elfeledett, meg mit jelent az elfeledettség. Mert ha azt mondom, hogy Janus Pannonius, akkor mindenki azt mondja, hogy persze, hát hallottam ezt a nevet, vagy azt mondom, hogy Vörös Sándor is mindenki tud egy-két sort idézni, de azért ez még nem jelenti azt, hogy ezeket a költőket úgy ismernénk, akár azért, mert mondjuk érettségi tétel egyike másika. Tehát így is feladat szerintem az elfeledettség ellenteni, vagy mondjuk így, hogy Vörös Sándort úgy jobban megmutatni, mint az úgynevezett gyerekversek szerzője. Fontos, hogy egyszerre mutasd meg a mélységeket és magasságokat? Igen, azt hiszem, igen. Egyszerűbben szólva fontos vegyes műsort csinálni, és a kortárs irodalomra visszatérve az meg nagyon fontos, azt hiszem, hogy a mindenkori versmondók interpretálják azt. Kiket szólítasz meg? Ugye itt csomortámban itt vannak a fiatalok, illetve hát vegyes nyilvánvaló, hiszen a vendégeink is megérkeznek a maguk felnőtt korukkal, és rácsodálkoznak erre a fajta rendkívül összetett előadó művészi teljesítményre. Itt utalok az Arany János estre, Arany János tanár úr estre. Ez például számomra adta meglepetést, hogy viszonylag kevés Arany János vers hangzott el, és rengeteg kortárs, lásd, nyugatosok, lásd, Arany János kortársai idézték meg az ő szellemét. Ez a műsor például hogy állt össze? Hogy kezdted? Hogy formálódott bennem valami olyasmi, hogy jó lenne egy olyan műsort csinálni, van praktikus rész is a dolognak, amivel egyedül tudok menni, de nem terhelem meg annyira a nézőket, hogy már befogadhatatlanná váljon. Ugye körülbelül 1 óra 70 perc egy önálló műsor, és azon is gondolkodtam nagyon sokat, hogy valóban meg kéne mutatni azt, amit én is kezdtem így látni egyre jobban, ahogy múltak az évek, hogy Arany tényleg az, amit Szerbantal mond a Magyar Irodalom Sugárzási Központja, és hogy bizony még ma is az. Úgyhogy ez a műsor nem az Arany János év miatt született. Egyáltalán nem volt ilyen értelemben egy tudatos. Hála Istennek, fontos neked a megerősítés, a visszajelzés?
Igen, nagyon sok kételj van bennem. Bizony sokszor előfordul, hogy abba akarom hagyni az egészet, mert úgy gondolom, hogy nem vagyok elég jó. De ugyanakkor azt is tudom, hogy a kételj az meg úgyis ott van. Tehát, hogy valami aztán tovább szokott vinni. És a visszajelzés is egy furcsa dolog ám, mert van, hogy az ember kap visszajelzést, van, hogy nem kap, vagy éppen elutasítást kap, de nem mindig lehet ezt pontosan tudni, hogy tényleg mi micsoda. Mert nem biztos, hogy az, aki hallgat és nem mond semmit, annak nem tetszett egyáltalán. És fordítva is igaz, tehát sokféle szín van, ezt mindannyian tudjuk, akik a színpadon vagyunk. És egy biztos, hogy amire figyelni kell, az, hogy kaptam egy kétségkívül, valami fajta talentumot kaptam az Istentől, hogy ez a láng mekkora, azt nem tudom. Tehát de van, valamekkora van. És ugye ez a példázata, mennyi a talentum, hány van, nem tudom. Valamennyi van, ez most így közel az 50-hez már azt hiszem, hogy kimondható. De hogy azt, ami van, azt valószínűleg kötelességem vinni. És hát azért annyi visszajelzés mindig van, hogy ez egy kicsit tovább vigyen, de egyébként a Mistral együttesen való munka ebben is segít, hogy nekik is vannak kételjék, meg mi azért máshogy beszélünk egymás közt arról, hogy milyennek éreztük azt, amit csináltunk, vagy más kollégákkal, akikkel felléphettem idáig, szintén megbeszéljük ezt olykor. Nos, köszönöm szépen. De ha nem is volt egységes kerek és egész ez a beszélgetés, minden esetre arra hitelesen rávilágított, hogy milyen nagy szükség van rátok, és ahogy én figyeltem a gyermekek tekintetét, én azt gondolom, hogy számukra is ez egy kivételes pillanat volt, hogy megismerkedhettek egyrészt veled, másrészt azzal a emlékév ide vagy oda, azzal az Arany János műsorral, ami tényleg méltó arra, hogy egyre többen figyeljenek rá. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Kedves nézőink, Sudár Anna Mária előadó művész volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk, innét Csíkcsomortánból, munkatársaim nevében Megyeri Zoltán és Szent Miklósi Návid nevében is búcsúzom. Minden jót kívánok, viszontlátásra!